Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a Rustból jelentkezek újra. Ott folytatom, ahol abba hagytam az előző részt. Most itt van három kő, azt kitermelem még. Legyen nálam bőven. Nem tudom, hogy hol jön elő a vasajtó még mindig, meg hogy mikor lesz lehetőségem majd vasat olvaszgatni, de kőből az sose elég. Minden esetre gyűjtöm, amennyire tudom, mert az XP-ből is jól jön. Itt láttam három ilyen kupac követ, azt még kikapkodom. Az előző részben most mentettem, úgyhogy... Vagy most lett reggel, úgyhogy most van egy kis időm még itt bóklászni. Közben átnézünk, nem jön egy medve a kő mögött, mert elfogy a kő, aztán itt lesz a medve arca, az nem annyira szerencsés. Ott egy ló. A ló nyugodt, úgyhogy az jó. A lovat meg szokta zavarni a medve meg a farkas. De most teljesen nyugodt. Most mondjuk Franco megenném őt is. Olyanok a körülmények, de még mindig nincs távolsági fegyverem, úgyhogy még hagyom szegényt. Jó, most oda nem megyek el. Megyek le ide a hegyekbe, vagy ide a... az áram kábelek környékére. Ott fogok egy kicsit gyűjtögetni, nézegetni. Ez nem olyan fajta. Itt lesznek hordócskák, meg mindenféle hasznos, ott is egy ló. Jó van. Addig jó, amíg ló. Talán találok benne valami hasznosat. Mondjuk valami olyasmit, hogy meg lehet enni például. Nyilvessző ehhez, azért mondom, az szokott járni. Oké, meg lett az is. De most már azért jó, mert most már lő rám a helikopter, ugye, ha jól gondolom. Hoppá. Hát igen, itt vannak dolgok már. Erre már biztos lő a helikopter. Az előbb ott fönt, amikor a medve elől menekültem, akkor találtam, ó, kis kemence, szuper. Találtam egy barlangot is, de az nagyon fönt volt, meg nagyon havas környéken volt, úgyhogy azzal nem érdemes nekem foglalkoznom. Hát igen, ez üres, ez a babkonzerv, ami nem olyan jó hír, mert nekem kéne bizony kaja. A lábánál szokott lenni ilyen, a kábel kötegek lábánál itt szoktak lenni dobozok. A dobozok azok inkább szoktak tartalmazni kaját. Most dobozt nem látok itt egyet se. Hordóban ritkán találtam. Hopp, egy kőbalta volt, ha jól láttam. Valahol itt. Na, kőbalta itt van. Oké, ez most jól jött, mert éppen kopóba van a cuccom, úgyhogy ez praktikus lesz. Ott van fa. Meg még egy ilyen hordócska. Azt is szétcsapkodjuk. Ez meg összeborult szegény, ez a villany. Oszlop. Minőségi fém. Most már tele van az inventorim, úgyhogy nagyon praktikus lenne, ha találnák valami táborhelyet. Visszamegyek az útra. Hoppa, egy doboz. Jaj, csak kaja legyen. Oh, kaja. Nem sok, de kaja. Ezt megisszuk. És akkor elvisszük a teli dobozt magunkkal. Még egy kajás doboz. Ó, lesz itt mami. Oké, valamit ki tudok váltani? Nem. Inkább itt ingázok. Most a hordókat is hagyom szerintem, mert fölösleges itt szétcsapkodnom őket, amikor nem tudom elvinni a cuccot belőle. Ezeket még összekapdosom. Most próbálok az úton maradni, hogy megpillantsak valamilyen civil létesítményt. Tök mindegy mit. Nagyjából tök mindegy.
Ez annyira az útszélén van, hogy ebbe belenézünk azért. Üres konzerv. Ó, azt pont nem tudom elvinni, de miért? Ez micsoda? Ez tök. 1000, 1000, 1000, 521. Jó, kidobjuk a kövünket, és akkor fölvesszük ezt így. Azt tudok is csinálni, ha akarok, de ebből legalább lesz fém, ezek a konzervdobozok, ezek praktikusak így az első időszakban. Az ott egy... szarvasja. Hát tudnák vadászni, meg kellene is vadásznom, csak az a bajom, hogy... Nem tudok mit ledobni majd. Ja, hát most nem fogom leölni ezt a szegény szarvast, mert nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudom elpakolni. Mindenképp kell valami bázis jellegű dolgot kerítenem. Ez most nagyon jól jött, pont olyan konzerv, amiből van is. Ha az ember megtalálja az ösvényt, akkor már jó, mert akkor nem hal éhen. Mert itt azért mindig van kaja ezen az ösvényen. Ezt megnézzük. Találnák ruhát. Ott még egy kőbalta volt. Szöges dolt barikád. Hát azt nem tudom elvinni sajnos. Viszont valamit elviszünk. Fákja az kell. Konzerv az kell. Nem tudok kidobni semmit. Jó, akkor őt kidobom. És helyette a jót elvisszük. Jó, az megmarad itt. Oké, na haladjunk tovább. És dagadt vagyok, mint az állat, úgyhogy lehet futni, lehet ledolgozni. Kaját, na itt vége van az útnak, úgyhogy itt okosnak kell lennem, itt valahol biztos folytatódik, csak hogy lefussak az ösvényről, itt van valamerre. Aha, itt a híd. Jó, ezen átkelek. Ott mennek valahol a villany... igen, arra mennek a villanyvezetékek, az jó. Ezt tuti belefut valami objektumba majd. Ah, itt az út, oké. Okay. Hát itt folytatódik, hát én most megyek arra. Jobb hián. Tök mindegy, hogy mibe futok bele, nem érdekes. Csak valami objektum legyen, és akkor ott fogok megszállni. Vagy ott kialakítok legalábbis egy ilyen kis bázist addig, amíg nincs jobb. Mennyi ló van? Mondjuk örülök a lovaknak. Ó, gomba. Az a baj, nem tudom megenni, mert na mindjárt megeszem. Itt egy gomba, meg az is gombani. Gyors, megesszük a gombákat, és akkor vissza tudom venni a víztisztítómat. Oké. Szia, ló. Na. Lesz papírdoboz megint. Ha jól látom, az az, nem? Nem, nem az, az csak egy ilyen világos szikla volt. A sziklás területét vigyázni kell a macikkal. Ott van valami vadállat. Az egy... ott egy vaddisznó. Ajjajjaj, abból milyen jó kis izé lenne pedig. Kemence. Az egy szarvas. Jó, most a vaddisznóval se tudok mit csinálni egyelőre. Megyünk tovább, keressük a helyünket. Hogyha lerakom a kis hálózsákomat, akkor már tudok pakolászni. Ilyen elásható szatyor. Na, ez szép. Oké, okay. Ó, ez jól jött. ...293 másodperc, az sok. Lehet, hogy vége lesz az izének a... a... Eldespannol a hullám. Simán lehet. Mindegy, meg kell várnom. Meg kell várnom, mert... rengeteg cuccom volt. Hát ez rám agrózott ez a farkas sajnos. Benne van a pakliba.
Nem volt még pajzsom se, vagy nem volt egyrészt ruhám se volt, meg nem volt építő eszközöm sem, mert csináltam volna egy platformot, akkor lehet, hogy még működik, hogy felugrok rá. Hát ez még egy 4 perc. Lehet, hogy itt vágok egyet, aztán visszatérek, amikor lejárt az idő. Na már alig 15 másodperc, és mindjárt tudok visszatelepülni a hálózsákomba. Talán a farkas elment, még nagyon halka hallom az ümmögést, a legyeket, úgyhogy van esély, hogy nem despannolt még a testem. Úgyhogy nagyon gyorsan ott termek. Talán nem nyír ki a farkas rögtön. És pekem volt. Nincs meg. Jó, hát ez ilyen. Ilyen ez a játék. Akkor ennyi volt, kezdhetjük előről az egészet. Ja. Jó, hát megyünk tovább, nincs mit tenni. Ez a last. Még, ha nem is ember ölt meg, de akkor is elek történnek mindig. Tehát az ember összegyűjti a sok cuccot, aztán elveszt mindent. Jó, hát most nem foglalkozok semmivel különösebben, megkeresem a célterületet, aztán akkor nem vesztek el dolgokat, legalább addig se. Úgyhogy most megyek csak előre. Hopp, ott van valami cucc. Ez a reptér lesz, nem? Vagy mi ez? Vagy ez egy épület? Vagy mi ez itt? Ez nekem nem rémlik, mint civil objektum. Ezt kibontjuk át, ha lesz benne valami cucc, fegyver legalább. Jó lenne. De nem. Csak XP-t kaptam érte, semmiért. Hát nem nagyon kell elásnom semmit most. Nem tudom, ez mi lehet. Ez a magas fal nem rémlik nekem sehonnan. Ez most tök jól jött, egy ajtó, vagy egy ilyen zsalugáter, az teljesen korrekt most ebbe a helyzetbe. Van legalább egy macséta, vagy valami. Na, itt valami volt, valami eszköz. Na, ott van egy kőbalta. Jó, hát az se rossz. Tényleg jobb dolgokat dob azért, mert a régi emlékeim szerint ezek hiányoztak. Most nem volt a PvE-s játékomban nem volt a lootolásnál sok eszköz. Ilyen baltákat meg ilyeneket nem nagyon találtam. Ezt a fát kivágom, hogy legyen valami fa kézbe. De jó, kőből is volt egy 3000-em, abban már kijött volna egy házikó. Egy egyszer egyes. Na mindegy, nem bánkódunk, mert nincs értelme. Nézzünk előre, ahogy kell a rászba. Jó, menjünk be ide, mert nem tudom mi ez egyébként. A reptérnek tűnik, de ilyen betonfalakra én nem emlékszem, de se lehet. Lehet, hogy voltak, csak én nem emlékszem, de ez olyan, mintha egy új objektum lenne. De erről nem olvastam, hogy lett volna ilyesmi. Itt mi van ebbe a bokorban? Olyan furákkoltak a... Na mindegy. Ilyen katonai támaszpontnak tűnik egyébként, és a reptérre gondolnák így elsőre. A másodikra is, és ez a reptér csak egy kicsit megváltozott. Hát toronyra én nem emlékszem, hogy őszinte legyek. De lehet, hogy aztán elkerült a figyelmet a bejáráskor, annak idején. Most már a skin az megvan rajta, szépen textúrázták. Ez is így rohad, ahogy kell. Remélem találok itt valami jó cuccot. Ha már följöttem ilyen magasra. Jó, itt nincs semmi, akkor csak ott a létráson lehet. A következő emeleten. Aha, van egy ládikó. Találtunk egy töltényt, mindegy.
megyünk le. Egy kicsit nézzünk körül, hogy hogyan van ide rendezve a holmi. Itt van a kifutópálya. Nem, ez nem volt. Ezek a tornyok nem voltak. A sarkaim biztos nem, mert amelyiken PvE-n játszottam, akkor meg volt a három hangár, és arrafele volt a barlangom, és ott nem voltak objektumok. Meg nem volt így körbekerítve ilyen durván. Először azt hittem, ezt player csinálta, de ilyen falat nem láttam még. Hol a lejárat? Ja, belül. Nyilván fussunk még három kört, hát ha rámesteledik. Gyorsan lefutunk. Megyünk tovább. Kifutópálya is jobban néz ki. Az is valami épület? Ott is van egy... így egy leesett helikopter. Ez is díszlet lehet, vagy ezt lelőtték? Vajon? Nem láttam még helikoptert így a földön. De lehet, hogy ezt lelőtték. Bár nem hallottam lövöldözést sem. Majd is bemegyünk azért. Ja, hát el tudom képzelni, hogy változtak ezek az épületek is azért. Azóta, hogy nem jártam be őket. Itt is rögtön fölmegyek a másodikra, szerintem ott lesz a ládikó. Jó lenne, ha lenne ládikó. Nincs ládikó, ez nem jó hír. Azért, mert akkor lehet, hogy errefele a közelmúltba jártak. Viszont lehet, hogy tényleg úgy lőtték le szegény helikoptert. Na mindegy. Most olyan túl nagy lootot nem jelentek, ha lelőnek. És nem olyan messze van a hálózsákom végül is. Szóval itt még azért tudok majd javulni. Semmi nem volt, csak kicsit zörögtünk, hogy felhívjuk a figyelmet magunkra. Ez egy üres kis valami. Itt is van valami épület, na ez se volt a korábbiba. Na tessék, most belefutottam egy kutyába. Ez meg le is nyomott. Nem baj, mehetek vissza. Ott lesegetett. Mozdulatlanul orvul. Mindegy, ha minden igaz, a HP-je megmaradt neki, úgyhogy egy csapás lesz szegény, hogyha oda tudok jutni. Ja persze ilyenkor, most a testemért is el tudok menni szerintem. Jaj, de nehezen indul. Mindegy, már 5-ös szinten vagyok. Ahogy kinéz, ebből a részből se lesz túl sok. Túl sok hasznos dolog. Mindegy, az biztos, hogy itt a reptér közelébe verek tanyát, mert én már nem keresek másik területet. Itt sok fa is van egyébként, ezen a részen nyugodtan letáborozhatnék. Bemegyek ezen a területen, itt is van egy ilyen cső, megint egy helikopterni. Meg egy kicsit le van pukkanva. Valahol ott volt az incidens. Fölmászok erre a cuccra, ezt tuti sugároz. Nem. Szerencsém van. Ennek a tetején a hidroglobusznál vannak olajos hordók, elvileg. Nem tudom, mit lesz-e. Nem, itt többnyire semmi nincs. Másikon sincs semmi, jó, akkor lemegyünk ez esetben. Ezt a tornyot átfésülöm. Ebben nem voltam, azt hiszem. Másik sarkán bókláztam. Jó, ne találnak egy ládikót, abban meg valami kincset. Legyen újra fegyverem. Hát itt lehet, hogy mégiscsak voltam. Azért futok itt is egy kör, de nem hiszem, hogy itt kint lesz a láda. Nincs egy se. Futás le. Nem is tudom, mit csináljak. Szerintem bemegyek a hangárokba. Van
valamit össze kéne szedni, valami cuccot, mielőtt ott a farkas megpróbálom meglepni. Bár ő is vérzik, úgyhogy elhullott szerintem az, mert nem sok energiája maradt neki. De megcsapkodtam. Na, ezekben lesznek az olajok lehet. Aha, ez az olajos hordó. Ez jó. Jó lesz, mert így tudok akkor legalább kemencéket gyártani majd. Ez jó kong ebbe az üres hangárba. Oké, egy az van. Jó, hát ezt a hármat ezt kibontom én, ha már itt vagyok. Mert ebből azért meg lesz a kemencém három ilyen cuszból, hogyha hagyják. Mindenhol be is ugattam volna a szajtot, akkor hallanám, hogyha... Ó, ebben meg nem volt semmi, hiába vertem szét. Most még semmi kalapácsom nincs, úgyhogy hordókat is kéne ütnem még, hogy hát ha kipottyan egy kalapács belőle. Egy kőbalta, hát az elég tré volt eddig. Egy darabot találtam. Jó, hát itt nincs semmi. Menjünk a másik hangárba. Az milyen dobozok ezek? Ezek bonthatóak vajon? Nem, nem. Akkor visszabemegyünk ebbe. A farkas az ott volt valahol. A fánál. Na itt van egy ládikó, ebbe belenézek. Hopp, ez viszont jól jött. A csáki, ez sok mindenre használható. Itt is van egy ládikó. Meg egy balta. Hú, jó. Hát ez így már egész jó. Egész jó az így. Igaz, itt is van két ládikó. Ó, meg vannak ilyen olajos tuccok. Na, töltény. Megint találtam arra, nem sok szükségem van igazából. Húha, hát ez igen. Ez igen, akkor a... Megvan a számzár. Na, ez egész jó. Jó, ha ebbe lesz még egy ilyen, akkor király vagyok. Nem, nem volt. Ó, az 30. Mindegy, egy kemence kijön szerintem belőle simán. Simán. Ki kell, hogy jöjjön. Oké. Ott van a kutyus. Hát most elég kockázatos megtámadnom, nem is akarom megtámadni igazából azt a kutyát. Egy farkast. Inkább elkerülöm egy kicsit. Bemegyek ide ebbe az épületbe. Ja. Menjünk csak inkább be ide. Ebbe sose jártam, ez egy elég nagy ilyen valami. Hát ha van benn valami kincs. Jókora. Odáj. Itt is van egy torony, fölmászunk rá. Átfésüljük, menjünk ezek éhen halni. Semmim sincsen, ahogy tudjak csinálni valami normális dolgot. Igen, itt van egy kiárat. Nagyszerű. Itt az árnyékon van. Hordók mindenfele. Jó lesz nekem ez a... az objektum szerintem. Meg is van újulva egy kicsit, úgyhogy így bejárás szempontjából se egy utolsó. A pepe semmi nincs, nagyszerű. Több potyára jöttem föl. Na mindegy, menjünk le. Hogy sincs semmi. Meg itt sincs semmi. Na, ugorjunk csak le. És akkor hol a lépcsőház? Ja, itt. És akkor fussunk. Még átnézzük azt a szűkebb részét az épületláncnak. Egy autó. Már amennyire autónak lehet azt nevezni. Itt a hátulja is van ennek az épületnek, ott egy szarvas, azt most nem tudom legyalázni. Na itt ez, hát ez nekem ez teljesen új ez az objektum. Én még nem voltam ilyenbe, de jól néz ki.
Na, az előbb volt egy kis malőr, megállt valamiért a videó, és ugye a bejárásának az új objektumnak nem történt meg, de ne aggódjatok, majd következő epizódban biztos, hogy előbb-utóbb arra visszavergődök, most rám is esteledett. Igazából annyit sikerült csinálnom egy hálózsákot, itt most nem tudom ugyan lerakni, de le fogom majd rakni valahova, meg még egy kis kender gyűjtök, hogy el tudjam ásni a három jó csákányomat. Aztán egy platformot lerakok, ezt azon elalszok, és akkor így mindegy, ha állatok, akkor úgy nem esznek, meg ha megölnek, akkor is valahol itt újra tudok életni, ezt kiássom ezeket a jó kis szerszámaimat. Ez a tervem, úgyhogy olyan túl sokat már nem várok, most megvárom a reggelt, megkeresem azt a pár kendert, amit még kell, a kis elásható ládikóz, aztán ezt a projektet megejtem, és akkor onnan tudom majd folytatni, vélhetően akkor a jó szerszámokkal. És akkor nem vesznek el ezek a... Tényleg most mindenhez van egy szuper jó szerszámom. Ezzel már ki lehet termelni annyit, hogy nem olyan nagy bukás az, amikor megölt a farkas idefele jövet azzal a sok ezer kővel. Jó van, viszont én akkor itt elköszönnék, és akkor jövök majd a harmadik epizóddal, hát viszonylag záros időn belül, mert itt a PvP-ben biztos, hogy nem lehet sokáig jegelni a sorozatot, mert aztán eltűnik minden. Jól van. Köszönöm akkor a figyelmet, és akkor jövök hamarosan. Sziasztok! Mondják, esős idő van. Nem tudom, hogy kell-e föl már a nap, de még nem nagyon. Úgyhogy még sokáig este lesz.